Na, elosztok srácok, most egy új bemutató lesz. Ez pedig nem más, mint a Commander King nevű játék, és hát ez pedig a Goodbye Galaxy rész. Emeltem ki, hát nagyon sok része volt a Commander King játékoknak. Volt azt hiszem 6 része, utána még volt egy Lost epizód, és akkor utána pedig volt még egy végleges játék. De majd mindjárt mindent elmagyarázok, mert nem egy egyszerű a történet. De mégis volt egy kommentelő, aki ugye, amikor készítettem a Wolfenstein 3D-t, akkor ott kommentelte, hogy hát gyakorlatilag a további részek nem készültek el a Wolfenstein 3D miatt. Hát ez igaz. Valóban, amikor elkészítette az ID Software a Commander King játékokat, utána akarta volna folytatni, csinált egy Wolfenstein 3D-t is, és mivel annak akkora nagy volt a sikere, hogy azon nyomban felfüggesztették a folytatását a Commander King játékoknak, és már csak first person shooter játékokra összpontosították az erejüket, vagyis hát arra fektették az összes energiájukat. Ugye utána kijött a Doom, és ott ugye már is elszállt a szekér, mert onnantól kezdve hát végül is a first person shooter-eké volt egy ilyen nagyobb szeret a gaming world-ben, vagyis hát hogy mondjam, hogy értelmesen hangzom, szóval hogy hát nagyon-nagyon sok cég arra fókuszált utána, hogy inkább ilyen first person shootereket gyártottak. Na, hát de miről is szól a történet a játékban? Ja, hát majdnem közben átugrottam ugye, hogy az ID Software készítette gyakorlatilag a programot, de hát nagyon sok cég kiadta, többek között az Apogee Software, ami mostanra ugye a 3D Realms, és a Softdisk, utána a Formgen is kiadott egyet, és az Activision, az pedig azt hiszem 2006 után, nem vagyok benne biztos. Na most nagyon-nagyon sok platformra ez is megjelent később, de az eredeti az ugye a MS-DOS-os verzió volt. Ott kiraktam oldalra a PC-s verziót, és a Game Boy Color-nak azt hiszem egy változatát, bárban nem vagyok biztos, hogy azt rakta meg ki, már egy utólag. Na, mindegy. A lényeg az, hogy a történet, mi egy 8 éves kisfűt játszunk, Billy Blaze, az a neve, egy ilyen géniusz, aki épített magának egy űrhajót, egy régant, hát egy ilyen sugárpisztolyt, és van neki egy ilyen pogó sztikje, azt is ő építette, mivel ugye ugrabugrálhat. És hát a lényeg az, hogy ő meg akarja védeni a földet az idegenek elől. És az első részben elutazik a Marsra, stb. Na most nem fogom kitárgyalni a sztorit azért, mert olyan hosszú és bonyolult és csavaros, hogy hát itt éjszakáznak. Szóval itt nagyon-nagyon sokat lehetne volna beszélni voltak éppen. Na, hát de akkor nézzük is meg, hogy milyen a játékmenet. Mint látjátok, eléggé színes. Én azért emeltem ki ezt az epizódot, vagyis hát ezt a részt, mert ez nekem akkor nagyon tetszett, amikor én ezt megkaparintottam, ezt a játékot, és látjátok, hogy nagyon színes, nagyon változatos. Most hagytam egy kicsit, hogy hagyj játszon a kompjúter. Na, de akkor ugorjunk is bele. New game. Na, akkor nézzük. Hát, akkor egy normát nyomunk. És a zene is eléggé tűrhető. És hát akkor ez nekem nagyon tetszett, ez a játék. Persze én játszottam az első, második, harmadik résszel is, de mégiscsak ez volt a kedvencem, mert olyan színes meg minden. Na hát, vannak ilyen részek, amiket ha teljesítesz, akkor kirak egy zászlót, és mindjárt mutatom. Lehet lőni, ugrálni, és lehet használni ezt a pogó stinket is, amire magasabbra
magasra lehet fölugrani. Most azt nem... Vannak ilyen könnycseppek, vagy esőcseppek, vagy nem tudom ezek micsodák, ezeket soha nem tudtam kitálni, hogy mire jók. Mert a labdára nagyon nehéz fölugrani, de ha egyszer fölugrasszál, akkor használhatod. Közlekedési módszerne. Na, igen, így lehet közlekedni. Látjátok? Na, milyen tutit csinálok itt. Na, várjál, akkor föl lehet szedni mindenféle dolgokat. De a legtöbb dolgot, amit felszedsz, azok csak a pontér. Szeded. Jaj, majdnem elkapott ez a csigabiga. Ez a csigabiga érdekes. Mindig oda tolik a földre, és akkor, hogyha belelépsz, akkor meghalsz, látod. Most ezeket érdemes még időben nyomni, mert hogyha tele tolják a földet, akkor nagyon nehéz azon átkelni. Mondjuk egy idő után eltűnik. Na hát ennyi volt az első pálya. De most nem megyek le. Na gyere, gyere. És kész. Na és akkor itt kirakja a zászlót, ami azt jelenti, hogy azt te már teljesítetted azt a pályát. És az az érdekes, hogy úgy, mint a, hát lehet úgy mondani, mint a Mario-ban, te választod ki, hogy melyik pályán szeretnéd folytatni a kalandjaidat. Látod, ide is mehetnék, vagy ide is mehetek. Vagy például vannak olyan pályák, ahol bizonyos dolgokat kell felszedni, ahhoz, hogy át tudjál menni más pályákra. Például ott látjátok, hogy ott van egy ilyen... Látjátok, nem tud úszni, mivel föl kell szedjem a búvár felszerelést egy másik pályán, és akkor át tudok itt úszni a következő pályához. Na, hát akkor menjünk ide be. Itt is menjünk egy kört. Lehet kulcsokat is felszedni egyébként. Mindjárt meg is mutatom. És amint említettem, nagyon változatosok a pályák, nagyon sok ellenségfajta van. Na, nem lehet halálba ugrani. Na, itt leugrunk. Van egy ilyen... Aha, na, felszerem azt a kulcsot. Ez egy kulcs egyébként, amit ott láttok. Ez a rubin. Na, nem lehet a gombát lelőni sajnos. Na, ennyi. Lehet fölfelé mászni. Azt nem tudom, mi ez a pöttyös lab, vagy piros labda. Ezt most inkább hagyom. Na. Uff. Hát ez jó. Na nézzétek, ott alszik valaki. Na. Fölfelé lehet, lefelé lehet nézni, meg fölfelé. Ott is van egy kulcs, azt is megszerzem. Csokikér külön pontján, nem tudom miért raktak oda egy labdát, gondolom idegesítés, idegesíteni akartak vele. Csak. Na ez nehéz. Az azt hiszem tüzet okád az a kékség. Na, hoppá! Jaj! Nagyon. Beszívtuk majdnem. Jaj! Na, rossz helyre ugrottam megint. Jaj. Na, ami nem tetszett viszont ebben a játékban, az látjátok, ez a Windows 3.1-es táblázat, amit mindig kiadott elhalálozás közt. Azért ebben megrajzolhatták volna én szerintem. Na, sikerül átugrani, igen. Nyitva van? Jaj, ne, megint meg kell, hogy szerezzem. Na, akkor... hát kék kulcs, az hova kell vajon? Biztos az is kell, hogy ki tudjunk jutni. Már nem is emlékszek ezekre a pályákra, csak úgy nagyjából. Tök random szedtem fel azt a piros kulcsot is. Aha! Mint halljátok, eléggé kellemes a zene, mint már említettem. Jaj. Na. Jaj, már tudom, hogy hova kell a kék kulcs. Na, most már kész. Igen. Ott van egy kapcsoló, azt át kell kapcsoljam, azt hiszem. Jaj, mit csinálok? Na, akkor én elkezdem ezt előről. Mert eléggé frusztráló egy idő után. Nem lehet itt kimenni? Jaj, ott megkérdez, igen, hogy biztos, hogy ezen a pályán akarod folytatni. Hát totál ilyen Mario, ugye?
Na, de vajon föl tudok kapaszkodni? Nem. Jaj, és beleugrottam a trutyiba. Na, exit the Shadowlands. Jó van, akkor oda kilépünk. Na, hogyha tetszik nektek ez a játék, ennek nagyon-nagyon sok része van, mondom, akkor töltsétek el bármelyik részt. Én most nem fogom az összes részt bemutatni, mert mondom, van egy pár. És szerintem ez egyik legszebb. Úgyhogy én ezt mutattam meg. Hát a korhoz képest, úgy mondom. Na, és akkor töltsétek le, és akkor jó szórakozást. Na, majd jelentkezek.